Sziasztok! 2024. október 20-a vasárnap. Itt vagyok Szlovéniában, közvetlenül az olasz határ mellett a szállásomon, Ratecsén. Autóval jöttem most, hoztam a bringát is, és innen fogom majd indítani a túrákat, Krajnszka-góra fele, illetve Olaszország irányában. Van kedvetek és ráértek, akkor várlak most is benneteket. Bringát azt ide tettem le a szuterimba, van itt még egy-kettő, jól el lesz velük, és ez a Tesco-s biciklim, ismerhetitek ezt a balcsis túrákról, illetve ezzel voltam korábban is Szlovéniában, meg Ausztriában. Az a helyzet, ezt itt nem sajnálom, jöhet eső, sár, bármi, és nem is olyan túl nehéz, könnyebb kibetenni az autóba, mint egy Montit. Na de gyertek is beljebb, kényelmesebb belül, itt legalább jobban fogtok látni. Szóval sziasztok! Örülök, hogy újra találkoztunk. Ez lenne az előszoba. Itt rögtön egy ilyen tároló. Itt vannak a cuccaim. Most a rendetlenségért most pakoltam még szét minden. Itt aztán van helye mindennek. Bőven el lehet majd pakolászni. Vannak a cipőim, papucsom, ernyő az nem az enyém. És felkapcsoltam előre már a villanyt, és mutatom is. Beljebb a szállás, gyertek, kerüljetek beljebb. Tehát közvetlenül itt velem szemben. Itt jöttem be, ez az előszoba, mellette a konyha, és ez pedig itt a háló. Szép rend van, tisztaság mindenütt. Négy csillagos ez az apartman, és rögtön itt a bejáratnál, az előszoba mellett van a fürdő. Ezt is mutatom. Sziasztok! 2024. október 21-e van hétfő, 8 óra lesz, és kivilágosodott végre, reggel van, viszont egy kicsit párás az idő, nem volt hideg éjjel a szobában, 20,8 fok van, de azért megmutatom az erkélyt is. És megnézzük az időjárást. Valahol van itt egy patak, hallom, ahogy csörgedezik. Tehát van a lakrész, ez a kis erkély. Jó párás a levegő, felhős. És itt állok kocsival. Itt kell följönni, ez itt a szobám, lent ott a szuterin. Ott vannak a bringák. Kocsinak itt jó helye van. Jó szolgálatot tett, elhozott idáig. Itt van valami kis ösvény, és valahol itt kell lenni egy pataknak, határozottan hallom a hangját, ahogy csörgedez. Jaj, de szép virágok! Ennek a hangját hallottam. Van egy lejáró.
egészen le lehet jönni patak közelbe. Srutz. Tipikus, szép szlovén erkély. Csendes itt minden ősszel. Kitették a tököket. Tiszta csend élet az egész. Apró érdekesség egy apartman előtt. Hát, és ez is milyen szépen be van rendezve. Aj, de szép cica perzsa macska. Száradnak a kukoricák. Hangulatos, ötletes. Ezt szeretjük Szlovéniában. Megnézzük a patakot itt a tűzoltó épület mellett is. Akkor újra benn vagyok a szobában. Bezárom az ajtót. És még mielőtt elindultunk, én kitettem az erkélyre a hőmérős kerékpár órámat, és mindjárt megnézzük, hogy hány fok is van ott. Azt mondja, hogy kint van 10,5 fok. Akkor nézzünk egy kis reggeli után. Hát mit válasszak? Szerintem a sajtos út az teljesen jó lesz. Elteszem a hőmérőt. Ezért kell neki még egy pár perc, hogy a benti hőmérsékletet tudja mérni, addig kimegyek. Ó, de nézzetek, milyen szép legelő. Hát tényleg irigylem azokat, akik egy ilyen helyen élhetnek. Nem vágyom többre, egy ilyen csendes kis falu nekem bőven elég lenne. Most van 11 óra, közben lassan elkészülődtem, és írtam egy hőmérsékletet bennektek. Itt bent 22,9-23 fok van, és akkor bringát részben összekészítettem, és akkor indulunk is. Jó, bezártam. Rendben. Már itt állítólag nem lopnak, ahogy láttam, és a biciklit azt felkészítettem a túrára, mindjárt mutatom. Hátulra kapott egy zsákot. Ebből aztán a kulacstól, esőkabáton át, tartalék, póró, szerszám, minden van. Itt vannak vizek, meg benn még 2,5 literes kulacs. Hát egy lakatot hoztam azért a vékonyabbat, de hát ide szerintem úgyse kell. Elől a szokásos táska, kajának, GoPro kiegészítőnek, ennek annak. Elengedhetetlen visszapillantó, prizmát azt föltettem. Kilométer óra, itt is van egy ilyen GoPro állvány, egy ilyen foglalat a kormányra, és hát ennyi lenne a gép. Hát igen, kérem, ez Szlovénia. Tényleg rég jártam itt, már hiányzott. Oda szép őszi táj. Úgy szikrázik a napsütés. Arra is milyen hegyek vannak. Hát ez nagyon jól néz ki. Egyszerűen döbbenhetesen szép. És mutatom a templomot is, itt állok alatta. Csertesség, és kitakarja a fa. Na, majd mutatom egy másik oldalról is. Ez a templomnak a lépcsője, aprócska kis templom, ugye, hogy aprócska faluhoz ez illik is. Sajnos pont most szembe fényes. Szerintem zárva lesz. Kicsit megkopott már a tornya. És akkor menjünk. Hát ez a hegy is
ezekkel az őszülő, sárguló fákkal, fölötte a fenyők. Hát döbbenetes. Itt vagyok a körforgalomnál, és mutatom visszafele Ratecét, vagy Ratecsét, nem tudom, hogy ejtik. Előttem Olaszország, hátam mögött Krajnszka Góra. Lehet is látni, ott talán a hegyeknél ott még vannak felhők. És első körben én lemegyek Krajnszka Górába, ebbe az irányba, és akkor a többit majd meglátjuk. Ja, és kérem, kedvenceim, igaz, Deco? Szénaszárítók. Így teljes most a kép, szénaszárítóval. Áttalom a bringát itt a körforgalom mellett. Itt még a körforgalom is szép. Aztán, hát ez nem semmi. Olyan szépen süt a nap, hogy melegem lett. Levettem a kapusznis felsőt. És elindultam Krajnszka Góra fele. Hát, csodálatos nap sütötte szakaszok. Nagyon szép tényleg. Ezekkel a hegyekkel. Hihetetlen szép. Csoda erdei szakaszok. És itt van egy ilyen vízesés. Na csak ne olyan gyorsan! És a szénaszárítók végig. Fönt legelnek a birkák. És ezért jól látszik már a lombhullatók, hogy sárgulnak. Az út minősége természetesen prima, ezt mondanom se kell ezen a szakaszon, de hát nem kiabálom el, még azért vissza van egy pár kilométer előttünk. Hát bocikák, sziasztok! Jó étvágyat! Itt van egy kis pangóvíz, állott a nádas alján, egy kis szentély ott. Azt a betyárját, festői! Itt nem lehet rossz felvételt csinálni. Egyre jobban közelítem Podkorent, és tényleg hála Istennek csodaszép az idő, ajándék. Podkoren egy régi kis vasútállomás, úgy néz ki. Amúgy ez meg a jeszenyicei kerékpárút, de átvezet hátam mögött Olaszországba is, oda is tervezek majd túrát. És ahogy nézem, megérkeztem Krajnszka Górába. Itt van egyszer egy stop tábla. Sotp. Itt is gyönyörű idő van. Itt is sárgulnak a fák, a gyep hogy le van nyírva. Eszméletlenül gondozott, bárhova is nézek. Bike service, kölcsönzés, jó kis villanybringák. És szembe előttem bent a sétál utca, de én most nem megyek be, hanem jobbra itt. Szépen követem az ívet. De gyönyörű ez a hely. Kiértem a főúthoz, innen megyek, Jezero Jaszna irányába, jobbra. Milyen hihetetlen hegyek, milyen formákat mutatnak. Milyen szép vízesés van itt. A patak, amit mutattam, ez volt a Pisnyica. 7,6 km után megérkeztem a Janzatóhoz, de visszafele majd még mutatni fogom, mert most a Vrisicsre igyekeznék tulajdonképpen.
bringát letettem, közvetlenül a kecske alá, valami kőszáli kecske. És akkor innen is mutatom a tavat. Ez valami hihetetlen. Micsoda színek, micsoda fáknak, gyönyörűk a levelei, hogy itt sárgulnak. Hát, igen, itt lehet jókat kirándulni. Körülbelül egy olyan 800-860 méterrel lehetek sac per kb. A vris is meg lesz 1611, úgyhogy egy olyan jó 800 méteres emelkedés vár ránk. Csak ugye a hegyeken könnyen el tud romlani az idő, ezért is igyekszem most oda minél előbb. Ide nézzetek! Milyen színek! Ez a japán juhar piros levelekkel ősszel, hát ez valami fantasztikus. Hát mondanom sem kell, csak nem tudok elmenni a tó mellett, hogy ne csináljak innen is egy felvételt. Ezzel egyszerűen nem lehet betelni. Festői. Decókám, köszi a tippet. Hát ez döbbenetes. Tényleg vigyorgok, mert hát ilyet még nem láttam. Nálunk is vannak magas lesek, de abban a bozótot lehet figyelni. Hát, nem bírok várni, még visszajövünk. Ezt most kell levideózni, ki tudja milyen idő lesz. Ez csak napfényben adja vissza. Föltoltam a hídra a bringát. Innen is lehet még egy szép felvételt csinálni. A földi paradicsom. Igazi mennyország. Jó pofa ez a kis híd is. Most följebb jövök. Innen látszik, hogy hol vagyok. Ez már gyorsan mutatom, ez a patak táplálja a Janza tavat. Folyamatosan fejlesztenek. Készülnek az utak, javítják, szélesítik őket. Most haladok át a Pisnica patak felett. Ennek a vizét láttuk lent. Közben levedlettem, Görögországban nem húztam rövidgatyát.
Itt viszont kellett. Oda nézzetek, micsoda ormok. Milyen élesek azok a sziklacsúcsok. Hogy csipkézettek. És egész majdnem a tetejéig nőtt fel a fenyő. Egy gyors visszatekintés. Ez az orom is szép. Ez egy 14%-os emelkedő. Úgyhogy lesz alkalmam most tolni a gépet. Már is egy visszafordító macskakővel a kedvencem, de hát ilyen visszafordítóból lesz még bőven a hágóig. Elvileg a tábla azt mutatja, 911 méteren vagyunk. 206-os út. Ötvözöm a kettőt, kicsit nyerekbe pattantam. Hol leszállok, hol tolom. Újabb macskaköves visszafordító, 916 méteren. Na és jönnek ám az autósok, jönnek itt. Elengedem, hadd menjen. De szép az erdő. Az a jó, hogy csak átlag 14% az emelkedése. Úgyhogy vannak ilyen enyhébb szakaszok. Simán tudom tekerni fölfelé. Jaj, de szép páfrányok. Mi lesz, hogy már kiszáradtak. Sejtelmesek ezek a fenyőfák. Igazi Twin Peaks. Ez is bámulatos. Közben a sziklákból itt mellettem csöpög a víz. Itt lehet is látni. Aztán. Kicsit lejjebb az emelkedő kezdeténél jött egy idős néni. Teljesen hagyományos bringával. Nem elektromos volt. Úgy meglódult, hogy csak néztem. Én toltam a bringát, ő meg iszkiri, edzésben volt, le a kalappal előtte. Tolom a bringát, ilyen 4,5-5 km per órával. Ha nem túl meredek az út, akár a Himalájára is felbírom tolni. De ez pont egy ilyen lájtosabb szakasz, úgyhogy megint felpattantam. Kettő kilométert ismét lefaragtam. Így apránként, ahogy mondtam. Lépésről lépésre. Próbálok feljutni a csúcsra. Azt azért tényleg nem gondoltam volna, hogy itt a hegyekbe 1000 méter környékén fogok rövid gatyát húzni. Görögországban meg végig tekertem hosszú gatyába. Tűző nap miatt. Nézzétek. Hát ez hihetetlen. Tényleg, hála Istennek a napfényére, ez csak így szép, napfényben. És ott, mintha egy kis icipici kis hó is lenne. Újabb macskaköves, visszafordító, a hármas, elértem az 1041. métert. Húha, hát ilyen magasan nem is nagyon jártam. Ratecséből 12 km eddig. Most van egy negyed kettő délután. Negyedik visszafordító. 1047 méter. Így nem is vészes tényleg így elaprózva a távot. Ó, ez a macskakő. Na végre lejöttem róla. Twin Peaks, tényleg Twin Peaks. Hú, itt is milyen bődületes hegy. Épp hogy látszik a csúcsa. Hát, ezen én nem másznék föl. Nem tudom, sziklamászok hogy mernek ilyeneket csinálni. Engem nem vonz ez a sport. Fölnézni is iszonyat. Hát itt van egy ilyen kis hütte, étterem vagy mi. Per pillanat senki nincs ott. Meg gondolom nyáron azért látott jobb időket is. Meg kell nézni ezt a helyet innen is. Hú, micsoda kilátásban lehet részük azoknak, akik itt tesznek, isznak egy kávét vagy bármit. Elhagyhatatlan muskátlik az ablakokban. Természetesen faborítás. És mögötte az igazi látvány. Ezek a hegyek. Hát van hangulat, azt kell, hogy mondjam. Hóárbóc, ismét macskakő,
és visszafordítók sora. Ez itt most per pillanat az ötös visszafordító. 1102 méter. Hát ez egyszerűen csúcs. Még tolni is öröm ilyen helyen a bringát. A kőből is folyik a víz, és lefele nagyon észre kell ám jönni. Macska kő szárazon is csúszik, de ez itt full nedves. Szóval csak óvatosan visszafele nagyot lehet itt taknyálni. Újabb vízesés. Ott tették azt a bádogot, hogy ne fröccsöljön szét. Jönnek ám lefele az autók. 1129 méter, 8-as visszafordító. Rúzska Cesta, milyen szép régi templom van azon a táblán. Picit visszafordultam, ez a szép kis templom ott van fönn. Hát ide fölmegyek. Hát ez teljesen Tomb Raider, vagy Indiana Jones. Dicsértessék. De jó lenne, hogy be lehetne pillantani, de szerintem erre nincs esélyünk. Hát ez tényleg egy csoda volt, még mindig ezen gondolkodom. Olyan szép volt ez a kis erdei fa templom, fa kápolna, ez valami hihetetlen. Rúzska kapelica. Mondjam vagy mutassam. Fantasztikus. 1100 méteren, micsoda táj. Én még nem jártam soha ilyen magason. Jaj, de, bocs, felvonóval a Gerlicenen. Bocsánat, ezt elfelejtettem, de nem bringával. Kicsit rezegnek a kulacsaim. Hű, a macskakő. Mindjárt érkezem a 9-es táblához. Milyen kőfal van előttem. Ezer 160 méter. Láttátok azokat a sziklafalakat? Hát ez igen. Előre is felséges látványban lehet részünk. Hát ez meseország. Mennyek országa, földi mennyország. Hát de Cópajti, fülig ér a szám. Ide el kell jönned egyszer neked is. És ha már megálltam itt, gyors visszatekintés, bámulatos hegyek, és itt ott van a hó az árnyékos részén. Csodás. Sok macska köves visszafordító miatt nem a versenybringások álma lesz ez az út. Ez már a 11-es, 1266 méter, ha jól látom. Hű, micsoda sziklafal.
12-es visszafordító, 1275 méter. Hú. Változatosság kedvéért megint tolom kicsit a bringát. Ide nézzetek, milyen kilátás. Júj. Ez igen. 13-as visszafordító, és súroljuk már az 1003-at. 1292 méter. Hát ez tényleg gyönyörű. Nem hiszek a szememnek. Nem sűrűn láttam ilyet. A két szirt között micsoda hasadék van. Hát ez brutális. Ha, de akkor nyerek be. Az a helyzet, lejjebb lezárták az utat, daruval egy hídelemet tesznek a helyére. Ezt az autós még nem tudta, egy órát kell várniuk. Én bátoltam ott a bringát, meg ettem előtte egy sajtos rudat. Nincs idő, hogy pazaroljuk, mert ki tudja, meddig lesz ilyen szép napos idő. Most akkor árnyékban meg már semmi nem olyan szép, meg hideg is van. Hogy felélénkült itt a szél. Tolom a bringát ismét. Megint egy káprázatos hely. Hát ez... ez mint a mesében. Újra megálltam, és van egy pihenő, fatáblákkal, tájékoztatókkal. Micsoda sziklaormok. Erre is, arra is. És vagyok olyan kb. 1350 méter körül járok. Bődületesek ezek a hegyek. Ez valami fantasztikus. Ki kellett cserélnem a trikómat, a pólómat, húztam egy másikat, mert szétizzadtam a korábbit. Úgyhogy most egy ilyen szürke van rajtam, és akkor megyünk tovább. Jó, hogy lezárták az utat a hídberakás miatt, legalább nincs ez a nagy forgalom. Egy újabb guesthouse, étterem, és hamarosan egy újabb visszafordító is jön. És persze egy új csendélet. Tiltótáblák, drónozni, vadkempingezni természetesen tilos. És egy kitekintés egy gyönyörű hegyekre. Mögöttem a 17-es visszafordító. Mindjárt rákanyarodok csak. Egy kicsit lélevegőhöz jutok. 17-es és 1418. Na, ez nem úgy sikerült. 1418 méteren vagyunk. Csak kidobta a kavics az első kerekemet. Itt is félreálltam egy kényszerpihenőre. Közben elengedték a forgalmat. Jöttek a teherautók, autók fölfele. Közben bedobtam egy csokit, meg ittam is, és akkor folytathatjuk tovább felfelé az utat. Érkezem a 22-es kanyarhoz, 1512 méter. Ez is bámulatosan szép. Ezek a fenyők, hogy sárgulnak, és mögötte van a hegy.
Egy parkoló mellett vagyok. Nyomják neki a jegyet 1000-rel. Fölnézek itt a lépcsőn. Ja, itt is van egy ilyen kis hütte, étterem, pihenő, kávézó, akármi. Hát csodás lehet innen is a kilátás. Hát ha van kilátás, akkor lássunk ki egy kicsit mi is. Hát én magam sem hiszem el, hogy itt vagyok. Hát ez olyan szép. Hát ezzel nem lehet betelni. Nézzétek a fákat is. Nézzétek a színeket, napsütést. Hála Istennek azért a szép időért. Na de ne késlekedjünk, tüstént induljunk is el. Mondom én, Twin Peaks, egyszerűen. Micsoda ormok. Közben közelítek a 24-es kanyarhoz. A látvány itt is önmagáért beszél. Egyszerűen páratlan. A parkoló, az imént ott voltunk lent. Fölötte a kis hütte, hát mint egy kis terepasztal. És haladjunk tovább. 24-es visszafordító, 1566 méter. Hello! Pont szembefényes, 18 kilométer, és most van, hát nem tudom, majd megnézem hány óra. És megérkeztem a Vrisicsre. Hurrá! Itt vagyok a hágó tetején. 1611 méter. Yes! Hiába nem tudok mit csinálni, szembefényes, de itt van a tábla, úgyhogy följöttünk. Jó só volt, főleg az utolsó pár száz méter, mert dolgoztak, cserélik az útszakaszt a gépek, hát simán áttoltam mellettük. Arra lefele már úgysem megyek. És ugye ez az útépítés volt a szerencsém is, mert lezárták az autók elől a hágót. Itt van Vrisics, 1611 méter. Necókám megvan. Itt van a Vrisics. Sokat beszéltünk róla, de most eljöttem. A hágó. Persze, hogy odatolom a bringát, naphősét. Tehát akkor itt a bica is. Kipakoltam a kajcsit, pár pogit bekapok közben, hát ilyen mézes puszedlit, lesz egy csoki, egy jó étvágyat. Kezd már szeles lenni az idő, hamarosan megyünk is le. Jó, elszuttyogtam az időt itt fönt a hágóval, most már lassan 4:45 van, és lehet érezni, hogy száll alá a pára, így nyírkosabb így a kesztyűm is. Illetve be is kellett öltöznöm, ismét farmer, kapucnis póló, és akkor el is indulunk tényleg. 18,2 km volt az út, ide föl Ratecétől, Krajnszka-Górán keresztül,
És akkor viszlát, Vrisicságó. És még valami, mielőtt még nyerekbe pattanok, meg akarom mutatni, hogy hány fok van itt a hágón. 9,8 fok van, nem is vészes. Csak van egy kis szél. Hát elkezdtem gurulni vissza. Végre megszabadultam egy kis időre a macskakőtől. És hamarosan leérek a hegyről, vissza Krajnszka-górába. Itt már szerencsére nincsenek macskakövek. Ez 34 km per óra. Ilyen a fenyves szakasz. De lassítok, mert nyírkos az út néhol. Nem, sajnos van még macskaköves rész. Tolom itt ezen a macskaköves szakaszon, és visszaértem a kezdőpontra. Egyes kanyar, 911 méter. Remélem megáll. Hát itt kezdtem a napot, a Kecskénél, Kecske szobránál, és újra visszatértem ide, mennyivel másabb minden nap fény nélkül. Ez valami hihetetlen. Hegyek tetejét még süti a nap, de a víz már nem adja vissza azokat a színeket. Akkor menjünk vissza a bringához. Ez micsoda? Üvegbúra alatt egy asztal? Hát ilyet nem láttam. Le van zárva. Klimatizált helység. Tiszta űrhajós cucc. Itt van a Mars. Az egyik kapszulája. Ilyenek lesznek majd lehet a bolygón. 5:30. Sejtolom lassan a bringát, visszatérek a faluba. Milyen párás lett az órám is, nézzétek. Száll le a pára hegyekből, 28,8 km. A hőmérőt akarom megkeresni. 11,5 fok van itt. A csendélet, tehénpajtikkal. Hát, sziasztok! Szépek ezek a legelők. A napfényben még szebbek voltak. Csendes az út. Rajtam kívül most nem is nagyon halad itt senki. És ráfordultam a kis falumba Ratecsére vezető kerékpárútra vagy utacskára. Jó kis szénaszárító mellett haladunk most is. És mindjárt itt lesz a körforgalom. Na, autó megvan. Hát kinek kéne egy 20 éves Suzuki, igaz? Templomtorony. Majd még beviszem a garázsba, de egy gyors összegzés. 36,95, hát ez majdnem a 37 km. És átlagsebesség 10,4, ezt ne nézzük. 3 óra 32 percet pörgött a kerék. Erre voltam kíváncsi, 12 fok van itt. Most elmegyek be, kipakolászok, és majd megjelentkezem. Este 8 óra van, megterítettem az asztalt, megéheztem a hágó után, úgyhogy egy jó kis pacal konzervet be fogok tolni rizssel, kenyérrel, és mutatom, hány fok van közben itt a szobában. 20,8, ez több, mint elég, ez pont komfortos. Akkor egy pillantás így még a szobára. Nagyjából rendet csináltam, ott a konyha részen meg kim vannak az üvegek. Na és akkor én most tényleg elbúcsúzom tőletek, holnap folyt köv, merre megyünk, az majd kiderül. Jó pihenést, jó ét mindenkinek, én meg nekiállok a jó kis konzervkajának. Akkor csáó mindenkinek, sziasztok!